Hát egy nagyon nehéz téma a mai alkalom témája, de nagyon érdekes téma. Nehézséget nem maga a téma adja, hanem egy ígéretem. Valaki önök közül megkért engem arra, hogy nagyjából ismertessem azokat a vallásfelekezeteket, akik vannak, és hát ez bizony egy nagyon nehéz dolog, mert ez egy következő sorozatnak lehetne a témája. Mégis én szeretnék egy kis iránytűt adni. Tehát, hogyha én egy mars lakónak elmondom most a kereszténység történetét, akkor legalább a következőt el kell mondani, hogy ide ejtőernyővel megérkezve 2008-ban Magyarországra körülbelül el tudjon tájékozódni. Jézus Krisztus nem adott arra megbízást a tanítványoknak, hogy egyházat alapítsanak, de mindenképpen egy közösséget hívott létre, ez a tanítványi közösség volt, ami terjedt gyorsan. De első keresztények, erről is beszéltem a korábbi sorozatból, nem annyira a zsidókból, mint a zsinagógák körüli zsidókkal szimpatizáló keresztények. A vallás. A vallás benne van az, hogy én ezt az életet... Az első, az egy koncepciós per volt, igaz, hogy a keresztények lettek ennek az áldozatai, hogy így mondjam, hanem 250 körül, pontosan 250-ben Décius császár idejében volt, aki először rádöbbent arra, hoppá, ezek a keresztények veszélyesek, mert át is átszövik az egész birodalmat, és a harmadik század közepén nagyon nagy kérdés lett, hogy mi tartja össze ezt az óriási birodalmat, ami egy globális birodalom, egy városnak az uralma az egész akkor ismert világ felett. Éppen ezért hosszú-hosszú húzavona után, különböző üldözések és engedések után, ugye a IV. Század elején Nagy Konstantin volt az, aki felismerte azt, hogy a kereszténységet be kell fogni ebbe a szekérbe, a birodalom egységesítésének szekerébe, és Nagy Konstantin volt az, aki a birodalom fővárosát Rómából Bizáncba, tehát a mai Konstantinápolyba, illetve Isztambulba vitte át, és ezért egy nagyon érdekes helyzet alakult ki. Igazi nagy patriárhátus. Nyugaton egy volt, ez Róma volt, keleten viszont több is volt. Ott volt Bizánc, az új patriárhátus, az új Róma, úgy is mondták. Azután ott volt Jeruzsálem, ami a bölcsője volt a kereszténységnek, azután ott volt Alexandria, Antiochia, és így a keleti egyházrész az többfejű egyházrész lett, és már ekkor bizonyos gondolkodásbeli különbség volt. A rómaiak azok inkább szervezetileg gondolkodtak, praktikus alapon gondolkodtak. Rómának az volt a célja, hogy egy bizonyos hatalmi egyensúlyt hozzon létre az egyházban, és egy bizonyos tanítási egységet. Keleten megoszló vélemények voltak. Egyrészt teológiai iskolák vetélkedtek egymással, és a keleti emberek sokkal spekulatívebben gondolkodtak, mint a rómaiak, sokkal inkább elvontan, és ezért fokozatosan távolodott a kereszténység két fele. De igazi nagy baj ebből még az első századokban nem lett, az első hét egyetemes zsinaton, aminek ugye a kezdeményező a császárság volt, aki azért vállalta a kereszténységet, ugye Nagy Konstantin, hogy egy ideológiai egységet hozzon létre a birodalomba. Neki célja volt, hogy teljesen egyek legyenek a keresztények. Ez korábban azért nem volt meg. Nikeai zsinattól, vagy Niceai zsinatnak mondják latinosan, 325-ben volt, kezdve egymás után zsinatok próbáltak tanítási rendet teremteni a birodalomban, ez kelet és nyugat egyformán elfogadta. Illetve nyugatnak a tekintélye fokozatosan emelkedett, mert a keleti pátriárkák általában vitatkoztak, és akkor a nyugati volt a döntőbíró. Így hát a római püspöknek a hatalma fokozatosan nőtt. Ez különösen Bizánccal váltott ki bizonyos feszültséget, hiszen ott volt a császárságnak a központja. Nagyon hamar a népvándorlás következtében Róma fokozatosan veszít a tekintélyéből, végül 1054-ben most óriási lépésekkel lépek, ketté válik az egyház egy keleti és nyugati egyházra. A keleti egyház, ez az ortodox egyház, így szoktuk mondani,
amelyiknek az a lényege, hogy autokefál egységekből áll, tehát autokefál az azt jelenti, hogy önálló fejű egységekből áll, aminek először a bizánci pátriárka volt a vezetője, fokozatosan ugye a török és az iszlám hódítás a Alexandriát, Antiochiát is elfoglalta, Jeruzsálem is elesett, így egyedül maradt a bizánci pátriárka, és nagyon érdekes módon, ez már a középkor vége, most megint egy óriásit ugrok, egy évezredet ugrok, majdnem, ekkor a 16. században, ugye 15. század közepén ugye elesik Bizánc, a törökök megalapítják a török birodalmat, ezt a mi történelemből is tudjuk, és az önálló patriárkátus átkerül Moszkvába. Azért Moszkvába, mert az oroszok ekkor győzik le a tatárokat, és ez egy isteni jel volt, és ezért nagyon hamar megalakult a moszkvai pátriárkátus. Ez lesz az orosz egyház feje. Holott a kereszténység Kijevbe kezdődött az oroszok részére, ekkor Kijevből elmozdul az ortodox kereszténység súlypontja Moszkvába, és ezt Moszkvát a harmadik Rómának is szokás nevezni, éppen ezért. Az ortodox egyház jelenleg, itt Magyarországon is négyféle ortodox egyház van, négy autokefál központhoz tartozik, vannak a szerb ortodoxok, vannak a román ortodoxok, van egy bolgár ortodox közösség két egyházközséggel, és van egy magyar ortodox egyház, ez a magyar ortodox egyház ez 1946-ban alakul, lényegében az elmagyarosodott görögökből. Hát ez nem olyan egyszerű, de ezt most én hadd nem mondjam el, mert megint nagyon sok mondani valóm volna erről. Ez egy elenyésző kisebbség, Magyarországon az összes ortodoxnak a száma, legutóbbi népszámlálás szerint olyan 100 000 körül van, nincsen több. Jön a reformáció. A reformációnak lényegében a kitalálója nem Luther Márton volt. Luther Márton előtt legalább 150 évvel mindenki reformokról beszélt. Tudnélik, ez a hatalomra épülő középkori egyház túlélte magát, és ebből hatalmi vetélkedés lett. Ez az lett, ugye, hogy Avignonba került a pápaság, a Rómában is megmaradt a pápaság, akkor két pápa volt. Most, ha két pápa van, akkor mindig lehet így pendlizni. Ha nekem nem tetszik az egyik pápa, elmegyek a másik pápához. A másik pápa nem tetszik, visszamegyek az egyik pápa. Aztán a császárok azt mondták, hogy ez nem jó, többek között Konstanci zsinat is ezért gyűlt össze, hogy a Zsigmond császárral, azt arra csaptak, és azt mondják, letesszük a két pápát, és választunk egy újat, és akkor egy pápa lesz. Igen, ám csak a másik kettő nem tette el, így lett három pápa. Tehát inflálódott ezt hívják a pápaság babiloniai fogságának az avignoni korszakot. Mindenki azt mondta, hogy reformra van szükség. Csak nem találta fel senki, hogy mi lenne a reformnak a lényege. Van, aki azt mondta, hogy hatalommal kell rendet teremteni, és különböző irányzatok voltak, hogy hogyan, mint a párizsiak képviseltek, a Párizsi Sorbonne Egyetemnek a egyházjogi fakultása egy véleményt képviselt, a rómaiak képviseltek egy véleményt, stb. Ebben a helyzetben Luther Márton volt az, aki kimondta a döntő szót. És ez a döntő szó az volt, hogy ad fontes, ezt nem ő találta ki, hanem Erasmus, aki sose lett reformpárti, mégis ő mondta ki, hogy vissza a forráshoz. És Luther azt mondta, a forrás a Biblia. Na most igen ám, de mit jelent ez, hogy forrás a Biblia? Négy út van. Az egyik az anglikánoknak az útja. Az anglikánok azt mondták, hogy jó, visszamegyünk a Bibliához már, ahogy, de megtartjuk ezt az egész szép kis egyházat, csak Rómával elszakítjuk a kapcsolatot. Minden marad így, ahogy van, ha kell, akkor majd reformálunk rajta, meg is tették, és lényegében egy ilyen önálló fejű autokefál, ezt nem szokták ott használni, de mégis így mondom, egyház létrejött, ez az anglikán egyház, ahol a legfőbb fej ugye a király, és akkor berendezkedett, a régi egyház megmaradt, csak Rómától elszakadt. A másik megoldás az Luther megoldása volt. Luther azt mondta, hogy az az egyházi fejlődés, ami Jézustól egészen a 16. századig tartott, azt át kell nézni. Ami a Bibliával ellentétes, azt kihagyjuk a hitünkből. És abban szembefordulunk. Ami nem, nem forgatjuk fel a templomokat, nem csinálunk semmit, csak azt tesszük ki, ami ellentétes a Bibliával, és így Luther soha életében nem mondta azt, hogy ő egy önálló egyházat alapított, hanem ő
csak megreformálta az egyházat, illetve azt mondta, hogy az egyháznak a éppen olyan tagja, mint bárki más. Ha meghalaná szegény Luther, hogy van luteránus egyház, forogna a sírjába, mert ő nem akart, különösen nem a saját nevéről elnevezett egyházat. Ugyanakkor a római egyház ezzel az egyházzal is szakított. Egy más út a Calvini út. Calvin azt mondta, hogy nem így kell csinálni, hogy kihagyom azt, ami a Bibliával ellentétes, hanem Calvin fordít egyet rajta, és azt mondja, építsünk fel egy olyan új egyházat, amiben csak az van, ami a Bibliából levezethető. Tehát nem reformál, hanem egy új szervezetet hoz létre. Ez a zsinatpresbiteri szervezet, ami mai napig is megvan, bár a magyar zsinatpresbiteri rendszer az egy összvér, ilyen nincsen, hogy református püspök, ez olyan, mint fából vaskarika, Amerikában nem győzöm azt magyarázni mindig, hogy mi az, hogy református püspök, kálvinista püspök, ez elgondolhatatlan. Ez csak egy Kárpát-medencei sajátosság. Van egy negyedik út is. Radikális emberek azt mondták, hogy az ész vezetése alatt, ez a kezdődő polgárosodás, létre kell hozni egy új társadalmat. Nem az egyházat kell a társadalmat megreformálni, egy új társadalmat kell létrehozni. Ennek egyik útja az, ami az antitrinitárius mozgalom, hogy a ráció vezetése alá kell helyezni az összes tanítást. És éppen ezért csak az maradjon meg a Bibliával, ami észszerű. Aztán van egy másik dolog is, amelyik azt mondja, hogy a személyes döntésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez a személyes döntésen alapuló irányzat volt az anabaptista irányzat. Sőt, münsteri anabaptisták egy új várost, egy új társadalmat akartak felépíteni. Ez a 16. században ezek a kísérletek megbuktak. A 17. században ugye az történt, hogy a Római Katolikus Egyház a tridenti zsinatban változtat a maga stratégiáján, egy katolikus visszahatás következik be, de Európa körülbelül két félre osztva megmarad. Nagyon érdekes a magyar protestantizmus helyzete. Magyarországon lényegében hogy lettek a protestáns gyülekezetek? Nagyon egyszerűen nem kérdezték meg a népet, hanem a kegyurak, akik eltartották a papokat, azt mondták, hogy nagyon drága, hogy a középkori római katolikus egyház, akinek nagyon jelentős birtokai voltak, nagyon elgazdagodott. Ezért a kegyúr azt mondta, hogy leállamosítom a birtokot, és hívok prédikátorokat. És ezek a prédikátorok reform szelleműek voltak. Nagyon érdekes, nagyrészt Wittenbergbe tanultak, és mégis Calvin irányzatúak lettek itt. Calvinnak egyetlen egy tanítványát ismerjük, aki egy Belényes Gergely nevezetű valakit, akinek a nevéről, nevén kívül nem tudunk semmit róla. És mégis itthon mindenki kálvinista lett, bár mindenki luteránus teológiára járt Wittenbergbe. Wittenbergi diákoknak a sor az ilyen vastag könyvbe fér bele. Így hát Magyarországon, ugye 1590-re, amikor a Károly Biblia megjelent, körülbelül az ország lakosságának a 88-90%-a protestáns lett. Jött a katolikus visszahatás. A katolikus visszahatásnak az volt a lényege, hogy nem harccal, hanem minőséggel kell hódítani. Ez a jezsuita elv volt. A jezsuiták lettek a legképzettebb emberek, a legjobb gimnáziumokat hozták létre, a legjobb nevelők lettek, és ennek az lett a következménye, hogy a minőséget megerősítették, és 100 évvel később, 1691-ben van a Soproni Országgyűlés, eddigre megfordul az arány, körülbelül 85%-a az országnak megint formálisan katolikus. De ez azért nem igaz. Tudnélik, ekkor kezdődik a cuius regio eius religio elve, tehát aki a föld, azé a vallás, és akkor ilyen dolgok történtek. Mondjuk egy korábban protestáns földes úrtól megörököl egy katolikus földesúr egy falut, ami mondjuk protestáns. Az intéző behívja a protestáns lelkipásztort, és azt mondja, tisztelt uram, csomagoljon, 24 óra alatt eltűnik a faluból, és ide többet nem jön. Helyére ott volt a plébános. Az érdekesség az, hogy ez a technika nagyon bevált, Ausztriába például nagyon erős protestáns bázisok voltak, Szlovénia, az előbb volt
luteránus, mint ahogy Magyarországon a reformáció elterjedt. A szlovén bibliafordítás az 50 évvel megelőzi a károli bibliafordítást. Vagy Lengyelországban nagyon erős protestáns bázis volt. 17. században egyszerűen eltűnik a protestantizmus. Lengyelországból, Szlovéniából, Észak-Olaszországból, Ausztriából, lehetne sorolni még tovább. Mi történt Magyarországon, hogy ez nem történt meg? Nagyon egyszerű. Magyarországon az 1620-as évek derekától, végétől elkezd hatni a puritanizmus. A puritanizmusnak az a lényege, hogy bevezeti valamit, ami nagyon fontos. A magánvallásosságot. Eddig a reformáció alatt senki nem kérdezte meg az embereket, hogy akartuk ilyen hitűek vagy olyan hitűek lenni. A puritanizmus az első, amelyik azt mondja, hogy családistentisztelet, a kegyesség gyakorlásának az útja, házi istentiszteletek, és kiépít egy olyan irodalmat és gyakorlatot, ami a házi istentiszteletek gyakorlata. Hadd mondjak el egy érdekes példát, hogy érzékeltessem, hogy ez a 17.-18. Században mit jelentett. Van egy község, Körmend mellett, tehát Vas megyében, Nyugat-Magyarországon, Magyar Szecsőd a községnek a neve. Magyar Szecsődön van egy szép árpádkori templom, a bárány nagy, lébános úr, aki kedves barátom, az azt mondja, hogy ez 11. századi, hát a művészettörténészek egy századdal későbbinek mondják, de tényleg egy cukordoboz aranyos árpádkori templom, ami gyönyörű szép. Ez a falu Batthyány birtok volt. A Batthyányak reformátusok lettek. És itt volt egy virágzó református gyülekezet. 1697-ben házasság révén egy Eszterházi családban egy Batthyány lány férhez megy, és természetesen katolikus lesz, és a falu hozományba átkerül az Eszterházi birtokhoz. Annak rendje módja el szerint elzavarják a prédikátort, és 90 évig oda egy szál református prédikátor vagy tanító nem tehette be a lábát. Jön második József türelmességi rendelete. 1791. Tizenegy hónap alatt Magyar Szecsődön felépül egy akkora református templom, hogy abban az egész falu belefér, ez az kis árpádházi templom úgy középre belefér, és kiderült, hogy ez a falu református. 90 év, az borzalmas hosszú idő. Nem működött a katolikus egyház, dehogy nem. Úgy működött a katolikus egyház, hogy az intéző elmondta, hogy minden családfőnek kötelező misére járni. Most is a református presbiterek eljárnak a misére. Megállnak, eredetileg nem volt pad, megálltak, végighallgatták a misét, és utána elmentek haza. Nem volt még református templom. Hanem mit csináltak? Egyszerűen összehívták a családot, és a jó puritán könyvekből, többek között Medgyessy Pál, Praxis Pietatis, ugye azaz a kegyesség gyakorlása, 1636-ban Debrecenben jelent meg, nagyon sok kiadásban jelent meg a 17. században, ebből felolvastak, megbeszélték, volt a Váradi magyarázatos Biblia, ahol lényegében minden bibliai lókuszhoz megvolt a megfelelő vázlat, abból a családfő prédikált, KT-t tanultak, és a banyák, ezért ne tessék megharagudni, a legidősebb nő a családban volt a banya. A banya volt a hittan felelős minden családban. A banyák megtanították a gyerekeknek a zsoltárokat, Szenci Molnár zsoltárait, megtanították a KT-t, és kész. A férfiak jártak csak, ugye, mert ő neki kötelező volt, ők voltak a családfők, elmentek a templomba. Érdekes a templom is, ezért jutott az eszembe, mert 1970-es években restaurálták a templomot, kerestek középkori falfestményeket, tehát az nem volt, mert szegény templom volt, tehát nem volt középkori falfestmény, ellenben találtak igés feliratokat, mert ugye a református templomok akkor nem voltak még fehérre meszelve, ez a 18. században lett, az egy védekezés volt, hogy ezt nem,
a katolikusoktól kaptuk, nem kell visszaadni. Ezért sűrűn fehérre meszelték a templomot, tessék megnézni, ez a fal fehér. A 17. században ígés feliratok voltak. Milyen célból? Hogy nem volt mindenkinek bibliája, a Károli Biblia nem oldott meg semmit, gondoljuk el, Károli Biblia 900 példányban jelent meg, és akkor 1400 református egyházközségről tudunk, 1590-ből, és még több is lehetett, csak ennyiről tudunk, tehát egy egyházközségbe se jutott egy példány a Károli Bibliából. Ezért hát mit csináltak? A fontosabb igerészeket felírták szép igés feliratként, szép urasztal terítős mintás keretbe felírták a falra. Ezt aztán, amikor jöttek a katolikusok, lemeszelték, beállítottak egy rettenetesen oda nem illő, egy nagyon intim árpádházi térbe, egy rettenetes nagy darab barokk oltárt, ilyen kifacsart angyalokkal és mindennel, ahogyan a türingiai barokk ezt előírja, és ez nagyon nem illik oda az oltár. Na most a restaurátorok megtalálták ezt az ígés feliratot, nagyon megörültek neki, mert ez egy unikum, nincs nagyon ilyen feliratunk, és lekaparták. Hát szembe van a 10 parancsolat, a Károli Bibliából, a hegyi beszéd van, a bal oldalin, itt pedig válogatott ígés feliratok, a mi atyánk, stb. Fontosabb ígés feliratok vannak. Ez arra volt jó, hogy a prédikátor rámutatott az ígére, felolvasta ott a Biblia, olvassátok ott a falu. Igen ám, csak bennmaradt a barokk oltár. Mert bementem, akkor óhatatlanul én nevető görcsöt kaptam, mert a templomban riktál szoktam ilyet csinálni, tudni. A szentély részen ott a 10 parancsolat. És pont egy ilyen kifacsart angyal fölött azt lehet olvasni, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonlót, amin se a többi a 10 parancsolatból. Na, hát ez csak a poén kedvér volt. A 18. század végén viszont egy nagy fordulat következik egész Európa vallásos életébe. És ennek a fordulatnak az a lényege, hogy jön a felvilágosodás. A felvilágosodás után változik az egyházzal kapcsolatos kép. Nem a cuius religio, eius religio, meg az etatizmus, ugye, hogy egy birodalom, egy vallás, egy császár, stb. Elvez, megdől. És második József egy türelmi rendeletet ad ki, amely egy korlátozott vallásszabadságot jelentett a protestánsoknak, és egyből a protestáns kisnemességnek a közjogi helyzete emelkedett. Korábban a megmaradt protestáns gyülekezetekben a presbitériumot ezeknek a házi gyülekezeteknek a vezetői töltötték be. Utána egy társadalmi feszültség jön, mert a nemesek elfoglalják a presbitériumokban a helyüket, a helyi önkormányzatnak a kihelyezett szervei lettek a presbitériumok, és ebből óriási nagy feszültségek támadtak. És ezeknek a feszültségeknek az a jellemző, hogy a 19. század tele van Magyarországon papválasztási perekkel. A egyszerű nép, aki választott, ugye egy református evangélikus gyülekezetbe, a szeretett volna egy hívő papot. A helyi nemesség meg szeretett volna egy közénk való jó tarokkozó, jó kártyázó, italt jó bíró, jó mulató papot. És ebből mindig veszekedés lett. Ezért a 19. század közepén egy hatalmas nagy szekularizációs hullám indul el. És ennek a szekularizációs hullámnak sok riasztó jele van. Például tudunk olyan helyekről, ahol így végignézi a református, színreformátus falu, hogy leég a paplak, meg a templom. Vagy tudunk olyanról, hogy fél évig nincs egy templomba istentisztelet, mert a pap a függöny mögül lesi, hogy jönnek a hívek pedig azt mondják, amíg a pap nem megy, addig én nem megyek. És tengernyi ilyen dolog van. Valamit kellett csinálni. Két irányba mozdul el a helyzet, betör ugye megint az ég a vallásos életbe. Az egyik irány az volt, hogy nyilvánvalóvá lett, hogy a kereszténységben valahol azt, ami a polgári gondolkodásnak az alapja, a szabad döntés, a demokratikus döntés, be kell vinni. És elindultak egy olyan mozgalmak, amiket úgy hívunk, hogy szabad egyházi mozgalmak. Szabad egyházi mozgalmaknak az a lényege, hogy nem beleszületek egy egyházba, hanem önként választok egy egyházat.
Ilyenek elindultak Magyarországon is. Én csak most a magyarországiakról beszélek. És az egyházakban is elindult egy belső reakció, amit belmissziónak hívnak. A belmisszió az azt mondta az egyházakon belül, protestáns egyházakon belül, katolikus egyházon belül is volt, csak azt nem belmissziónak hívták, hanem különböző egyesületeknek, Mária Egyesület, Oltár Egyesület, stb. Ami népi szerveződés volt. Ennek a népi szerveződésnek az volt a lényege, hogy meg kell keresni az embereket ott, ahol vannak, és az egyház szervezze a társadalomnak az erőit a keresztény értékek mentén. Ezért létrejöttek különböző belmissziói egyesületek. Egyrészt férfiak, nők egyesülete, diák egyesületek, iparos egyesületek, stb., amik mind vallásos szempontból próbálták szervezni a társadalmat. Ugyanakkor egy csomó ember kívül kerül az egyházon. Az egyre inkább elurasodó egyház, most ilyen plebeusi szellemben hadd mondjam ezt, egyre kevésbé tud kezdeni azokkal az emberek, akik feláramlanak a városokba. Gondoljuk el, városba feláramlik egy csomó ember, mondjuk Budapestre, akkor mégis Budapest, csak Pestre. Pesten ugye elmegy mondjuk a Kálvin téri református templomba. Kálvin téri református templomnak az alkotói azok a polgárok, első, második, harmadik generációs polgárok, akik jó polgári létben élnek, és elmennek szépen a reprezentatív istentiszteletre, ahol nem kisebb szónokuk, mint Török Pál hirdeti Isten igéjét. Nagyon magas rögtűen. Valahonnan mondjuk egy Kovács legény feljön és Pesten munkát talál. Elmegy a Kálvin téri templomba, egy nem ért semmit, kettő, mert rongyos a ruhája, azt mondja neki a presbiter, hogy ott hátul ülj le. Kilóg társadalmilag ebből az egészből. És elkezd keresni. Hol van az a meghitt, otthoni istentisztelet, a házi istentisztelet? Ezért iparos fiatalok elkezdenek a műhelybe maguk istentiszteletet tartani. Hivatalos egyház ez egyre idegesebben nézi. 19. század végén tudok ilyen esetekről, hogy X református pap, nem mondom, név szerint tudom a helységet is mondom, Békésen, Kecskeméti Ferencnek hívják, mivel Skóciában tanul, és ott a belmissziós szemléleti módot sajátítja el, meglátogatja a békés-rosszerdei híveket, akik összegyűlnek megint házi istentiszteletre, 20 kilométerre vannak a templomtól, nyilván nem tudnak bejönni, és az esperes utasítja, hogy tessék azonnal feloszlatni ezeket a házi istentiszteleteket, szó szerint az esperesi levelet ismerem, Hajnal Ábelnek hívják az esperest, azt mondja, a büdös parasztokat tessék rá kényszeríteni, hogy jöjjenek a templomba. A büdös parasztok nem hajlandók jönni a templomba, ezért megkeres őket Kecskeméti, és az esperes kémet küld, megvan a kémjelentés. 3x3-as, na, hogy modernül mondja. És Kecskeméti Ferenc egy nagy fegyelmet kap, mert mi jogon imádkozott egy parasztházába egy pap. Ez tény, ez történelmi valóság. Nem is lett belőle szenzáció, ezt én ástam ki különböző egyházi jegyzőkönyvekből. Ugye nyilvánvaló egy nagy feszültség van. És ezen a háttéren elindul először a nazarénusok mozgalma, ha valaki erre kíváncsi, egy regényes, nagyszerű riportot hallják, Ötvös Károly a nazarénusok, ez a cím 1904-ben jelent meg, könyvtárakban, nagyobb könyvtárakban megvan ez a könyv, nagyon érdekes, mai napig is nagyon olvasmányos. Megindulnak a baptisták, és azoknak a parasztgyülekezeteknek a hátán, amik ugye létrejöttek, amiket egyre jobban kiutál a hivatalos egyház. Egyrészt belmissziói mozgalmak alakultak, másrészt szabad egyházi közösségek. Így alakultak a nazarénusok, baptisták. A 20. század fordulóján, tehát ez azt mondta 1890-es évektől kezdve, viszont a városon lesz ez nagyon izgalmas, ez a kérdés,
mert ekkor meg hirtelen felszaporodik a városoknak a lakossága, 30 év alatt Budapest lakossága meg 10-szereződik. Nyilvánvalóan ezek ellátatlan emberek, és itt olyan egyházak jönnek, amelyik megcélozzák ezeket a kisiparos, kiskereskedő, stb. Embereket, külföldi szabadegyházak, ez a metodisták, és az adventisták, ezek az egészséges életmód, hogy ne az alkoholizmus legyen a cél, az egészséges életmód, a kulturális felemelkedés, a biblia tanulmányozás közösen, ezeket a programokat erősítik. És így alakulnak ki a szabadegyházi gyülekezetek. Most megint nagyon sokat lépek. Az 20. században még egy új fordulat következik, majdnem elbeszélem az egész időt, és alig fog maradni a témára, de muszáj ezt elmondani, mert így nem fogják hallani soha talán ilyen összefoglalóan az egészet. 20. században egy új fordulat következik, ennek az a lényege, amit a múlt alkalommal mondtam, hogy elidegenednek az emberek egymástól, és jön a gép. Elgépiesedik az életünk. Az érzelmek követelik a helyüket. Elindulnak a karizmatikus mozgalmak. És a szabad egyházak között megjelenik egy új irány, a karizmatikus jellegű szabadegyházi mozgalma. A karizmatikus világmozgalomban viszont három nagy lépés van. Az első ez a szabadegyházi karizmatikus mozgalmak, ugye ezek az evangéliumi pünkösdiek Magyarországon, 1927-ben indulnak Bakoncsernyén, egy bányászfaluba, Kispesten, egy kispolgári környezetbe. Különböző irányzataik vannak 1945-ig. 1945 után a történelmi egyházakban kezdenek alakulni karizmatikus csoportok. Ugye ma ismerünk református karizmatikus irányzatot, ismerünk katolikus karizmatikus mozgalmat, a Maranatha című folyóiratuk, ez rendesen folyóirata zsinat után ez bizonyos legalitást kapott az egyházon belül. Ezeket a karizmatikus jelenségeket az egyházon belül is megtaláljuk. Míg a diáklázadások idején, hát a 60-as évek végén, 68 ugye a diáklázadások ideje, elindul a karizmatikus hullámon belül egy olyan mozgalom, ahol most már nem a szabadegyházi lét, a személyes döntés, a biblia tanulmányozás, az aktívan megélt élet, hanem ezeknek a karizmatikus ajándékoknak a az öncélú gyakorlása lép előtérbe, hogyha valaki erre kíváncsi, hogy milyen ez a harmadik hullám, tessék az ATV-n megnézni mondjuk a Híd gyülekezetének valamelyik esti műsorát, ez pontosan ugyanazt képezi le, minden külföldi adón is lehet ugyanazt látni, semmi különös, semmi hungarikum nincs benne, hogy így mondjam. Ez nyilvánvalóan egy nagyon erős, hogy mondjam én, pótlék arra, amit az elgépiesedő ember kíván. Na hát, ezek között vannak a különböző felekezetek, és hát erre kell rátenni azt, amit elmondtam, hogy 1990 után egy nagyon liberálisra sikeredett vallásszabadsági törvény kapcsán, ugye egy ilyen, hogy mondjam én, ilyen biznisz vallás alapítás is jön, mert ugye 100 aláírás elegendő, és akkor itt a Boszorkány Szövetség a jóslást ingyen tudja végezni, mert egyházi szertartásnak minősül. És itt tovább, és Ant egyház, ugye piramist épít, meg ezer ilyen morbid példát tudnék mondani, mondtam is. Ez elindul, de ez azt hiszem, hogy ez nem vallástörténeti probléma. A vallástörténeti probléma az körülbelül ennyi, amit elmondtam. Tudom, hogy erről rengeteget, egy fél évig tudnék róla tanítani. Csak ezt én azért mondtam így el, hogy legyen egy kis képük, hogy körülbelül a kereszténység így alakult. Ez magyarul, dehogy is magyarul, borsóhéjba elmondva a kereszténység. De azért nem volt ez teljesen reménytelen abból a szempontból, hogy ma két jelenségről szeretnék beszélni, ami ezen a háttéren érthető. Az első jelenség az a fundamentalizmus. Mi a fundamentalizmus? Fundamentalista ember egy olyan valaki, aki azt mondja, hogy én az igazság birtokába vagyok, és mivel az igazság egy és változatlan, ezért, ha én az igazság birtokába vagyok, másnak nem lehet igaza. Tehát a fundamentalista privatizálta az igazságot, én az igazság birtokába vagyok,
Én rendelkezem a fundamentummal, mindenki más téved. Ebből sok minden következik. Végső soron ebben van valami, mert ha én valamiről meggyőződök, az nekem fontos. De a fundamentalizmus nem ennyi, ennél több. A fundamentalista azt mondja, hogy én vagyok a norma, a mérce. Az iszlám fundamentalista azt mondja, én egész közelről találkoztam iszlám fundamentalistákkal annak idején még a Szovjetunióban, egy nagyon tragikus esemény kapcsán, Taskentbe, én titokban teológiát tanítottam egy ilyen sétálgatóson, ezt most nem mondom el, mert akkor hónapig itt maradunk. Elég az hozzá, hogy ott történt, hogy egy síta hölgy baptista lett. Két év múlva, tizedik emeletről véletlenül kiesett. Szörnyet halt. Mindenki tudta, hogy miért. Tévedés ne essék, a mohamedanizmus egy nagyon türelmes vallás. Sok ponton türelmesebb, mint a kereszténység. De a mohamedanizmus pillanatnyilag nagyon erősen a fundamentalisták befolyása alatt van. És a fundamentalista a következőt mondja. Ha én keresztény vagyok, ez nekem nem veszély. Mondja. Ha én oda megyek hozzájuk, engem, mint keresztény embert, nagyon udvariasan fogad a legfundamentalistább ember is. Csak én ne kezdjem mondani azt, hogy én vagyok az igazság birtokában, mert az igazság birtokában ő van, én tévejgő testvér vagyok legfeljebb. Na most, hogyha viszont egy mohamedán visszafelé megy ezen a tökéletességből, lefele megy a hegycsúcson az ő gondolkodása szerint, akkor nincs joga élni. Mert a fundamentalista azt mondja, én az igazság birtokába vagyok, és aki a megismert igazságból enged, az nem méltó az életre. Azt ki kell végezni. Hogy megmentsük a lelkét? Vettem most a könyvesboltnál, Márainak az Erősítő című regényét láttam a kirakatban, nem is álltam meg, csak úgy láttam. Erről a regényről először én írtam Magyarországon, mert ez hosszú ideig nem jelent meg, még a pártállam idején. Igen izgalmas könyv, ha valakinek a kezébe kerül, olvas el. Arról szól, hogy egy inkvizitor arról győzi meg a kivégzendő embert, hogy ő kérje a kivégzését. Ez a könyv egy kulcsregény, mert a Rajperre reagál az egész. És ugye az volt, hogy el kellett hitetni, hogy te vagy a bűnös, hogyha tudod, akkor is, hogyha nem vagy bűnös. De ez a fundamentalista gondolkodásnak az alapja. Na most nem csak mohamedán fundalizmus van, van keresztény fundamentalizmus, minden egyháznak vannak fundamentalistái. A lényege a fundamentalizmusnak az az, hogy a jót erőszakkal is terjeszteni kell. Tehát mindegy, hogy te hogy döntsz, hogy ankéttal lépsz be a TSZ-be, mondjak. Ez is fundamentalizmus. Tudják, ankét pofont kapsz, Jóska, nem lépsz be a TSZ-be, hogy csak na. Fő az, hogy az igazság érvényesüljön. Ez van keresztény gondolkodáson belül is. Ez a fundamentalizmus. Na most, e szerint a jót ki lehet kényszeríteni. És a fundamentalista azt nem tudja, hogy a kikényszerített jó, az nem jó. A fundamentalista keresztény a kereszténység alapját tagadja meg, hogy nekem szabadon döntenem kell, úgy mondjuk mi keresztények, hogy Krisztus mellett. Ezt nem tudja. Fundamentalista gondolkodás az különböző szinteken zavar. Majd akkor, hogyha, majd mi megmutatjuk hatalmi eszközökkel, hogy kötelező legyen a hittan, meg olyan két pofont kap a gyerek, hogyha nem jár hittanra, hogy, stb. 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 Ez a fundamentalista gondolkodás ott van a társadalomban ma is.
És a fundamentalizmusnak van még egy nagyon érdekes tulajdonsága, erről is szeretnék néhány szót beszélni, ez pedig az, hogy a fundamentalizmus a 19. század vége óta egyre jobban összefonódik bizonyos politikai gondolatokkal. Tudnélik, a fundamentalisták, különösen Amerikában világos ez, fundamentalisták azt mondják, majd hogyha erős állam van, amelyik törvényhozással kényszeríti az keresztény normákat, akkor lesz rend a világon. Ez azért veszélyes, mert ez az alapvető keresztény normának, a szabad döntésnek, hogy én lelkiismeretből, szeretetből, kimondom ezt a bűvös szót, csatlakozom valamihez, ennek mond ellent. És egy nagyon érdekes jelenség van. Fundamentalista prédikátorok ilyen nagy ébredési prédikációkat tartanak, most ugye tévéevangélista sztárok, stb. Szert a világon, és ha tetszenek olvasni az újságot, ezek tonuszféle mindig valami botrányba fulladnak. Ha valaki szuper szent, előbb vagy utóbb lebukik. Ez 2x2=4. Ha valaki erre kíváncsi, hogy ez lélektanilag hogy van, akkor 3, csak 2, mert nem akarom a harmadikat mondani, mert na, mondom a harmadikat is. Na jó, de ezt ne árulják el. 3 dolgot mondanék. Rasputin. Tetszenek tudni, ki volt az a Rasputin? A Rasputin egy szentéletű starec volt. Ez az ortodox vallásban a szentéletű embereknek a legmagasabb, olyan, mint nálunk egy szent Pió atya, hogy most ilyen közelmúltakat mondjak, vagy szentéletű ember volt. És kiderült, hogy ennek a szentéletű embernek van egy sötét háttere. És feltették az emberek, hogy miért. Nem mondom meg most, majd a végén. Van egy regény, amit Thornton Wilde írt, tudják, a Szent Lajos Király hídját, azt majd mindenki ismert, ez híres író, 1934-ben jelent meg ez a regény, magyarra lefordították, 40-es években megjelent, még 43-ban azt hiszem magyarul, és az volt az a magyar címe, hogy Sorsom az ég, és van egy másik magyar címe is, hogy Mennyei ügyekben utazom. Ez egy ilyen nagy evangélistáról szól, akiről kiderül a sötét háttere. Hogy bizony ilyen-olyan, amolyan erkölcstelen üzelmeket folytat a háttérbe. Vagy van egy Bartos István nevezetű írónk, aki ezt nem szívesen akartam mondani, de a hídgyülekezetéről írt egy könyvet, ez a Fest van, amit úgy kezd, hogy ezért ő elvárja azt, hogy a hídgyülekezete beperelje őt, mert minden belső dolgot most ki fog teregetni. A hídgyülekezete nem perelte be érdekes módon a Bartost. Ugyanilyen problémák miatt. Miért van ez? Ez a fundamentalista gondolkodásnak a velejárója. Egy fundamentalista gondolkodású szuperszent úgy képzeli, hogy ő erkölcs feletti lény. Tehát őt nem köti a köznapi erkölcs, mert ő neki olyan karizmatikus képességei, ajándékai vannak, amelyekkel ő bír, és erre szoktam mondani, ugye ezt a szóviccet mindig elsütöm, egy kollégám találta ki, sajnos nem én, hogy, ja, hogy ez az ember azt hiszi, hogy bír a Szentlélekkel, csak a Szentlélek nem bír vele. Szóval ez az erkölcs fölötti állapot, ez kísért. És tessék megnézni, az amerikanizmusban is benne van ez, hogy egy amerikai az égnek nem érti meg, hogy vannak más körülmények. Csak arra az egy kaptafára lehet gondolkodni. Sose felejtem el, van egy barátom, a New York Herald Tribune tudósított egy fiatal ember, Amerikából ismerem, és amikor a jugoszláv esemény volt, akkor elment Szabadkára onnan tudósítani, ugye eljött Budapestre, bérelt egy kocsit, és szépen átfurikázott, ugye, pressz ekkora felirattal, és jön vissza 2 hét múlva ilyen lóbóra, mondom, mi bajod? Bántottak? Azt mondja, nem. De azt mondja, nem értem, hogy bennünket amerikaiakat miért nem szeretnek. Hát mondom, te tiszta hülye vagy. Hát szétbombáztuk egy országot, és még szeressenek is benneteket. Hát mi ezt már nagyon jól tudjuk, ugye a bölcs Szovjetunióval kapcsolatban. Nekünk van erre történelmi élményünk.
Hát azt mondja, ez nem olyan, nem olyan, hanem nem ti lőttétek szét ott a félvilágot, és még szeressenek is benneteket. Ugye ez a tipikus fundamentalista gondolkodás, hogy én felette vagyok az erkölcsnek. Majd én megmondom, hogy a mohamedánok, és ez az arab kérdésnek az igazi hátulütője, a mohamedánok hogy gondolkodjanak. Szóval én nem politikai szempontból mondom ezt, mert minden lelke rajta a politikusoknak, az egy más szakma, de ez a fundamentalista gondolkodás a kereszténységen belül is kísért. És biztos megkérdezik, hogy mit lehetne tenni a fundamentalizmus ellen. 10 perccel tovább lépek, nem baj az? Ez azért volt, mert hát belementem ebbe az egyháztörténelem borsóhéjba. A fundamentalizmuson egy segít, ha igazi párbeszédet folytatom. Igen ám, csak a párbeszéd nem úgy van, hogy én leülök a diákommal párbeszélni, és hogyha nem úgy párbeszél, akkor két akkora pofont adok, hogy a párbeszédhez szükséges, hogy egyenlő szinten legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy egyformát tudunk, hanem következő 10 dolgot jelenti. Ezt felolvasom, hogy gyorsabb legyen. 1. A párbeszéd célja egymás keresztényi megértésének keresése, nem pedig a feltétlen egyetértés kiharcolása. Amíg én a másikat nem értem, hogy miért olyan, addig én ne akarjak törvényt hozni az életébe. 2. Alapja, hogy mindenki maga mondja el, hogy mi a hite, ne pedig a másik gyanúsítgatása határozza meg a hitét. Ez állandóan baj. Elmondjuk a mohamedánokról, hogy azok ilyenek, és akkor én nem olyan vagyok. A hazudsz. Ugye? Én jobban tudom, hogy te ki vagy, mint te magad. A 3. az az, a párbeszédnek nem az a célja, hogy egyformaságot erőltessen, hanem a különbözőségek felfedezésével egymást gazdagítsa. A különbözőség az nem rossz dolog. Ha egyforma lenne minden ember, akkor kibírhatatlan lenne ez a világ. Hát Isten úgy teremtett bennünket, hogy 2 egyforma ember nincs, 2 egyforma virág nincs, 2 egyforma falevél nincs, és tudnám sorolni. Azután. Nem azt kell legyőznöm, akivel párbeszédet folytatok, hanem hagynom kell, hogy Krisztus győzzön meg minket. Ez egy nagyon fontos dolog. A párbeszédben mindig Krisztussal van dolgom, hogy tudok-e alázatos lenni. Ez a párbeszédnek az alapja. 5. A felismert igazság elhallgatása gyanút támaszt. A szeretettel mondott egyenes beszéd új meglátásokat szül. Na most ehhez annyit, hogy emlékeznek az ökumenéről elmondtam, amit elmondtam. Ha én nem vallom meg, hogy én ez vagyok, és én ezt hiszem ezért, hanem azt mondom, hogy hát ezt úgy majd szőnyeg alatt úgy elmondom, majd később elmondom, és szép arcot mutatok, ez nem szeretetet, bizalmat, hanem gyanút szül. Ezért csak 2 önmagát vállalni tudó fél tud igazán párbeszédet folytatni. Elmondja, hogy én ez vagyok, ezért, meg ezért, meg ezért. Azután, a változni nem akaró ember ne kezdjen párbeszédet. De nem árt, ha tudja mindenki, hogy ami él, a szükség szerint változik. A párbeszédben nem egy változatlan vélemény van, és egy másik, akinek meg kell változtatnom a véleményét, 2 változó van. Ez egy nagyon fontos dolog. Azután. 7. Az igazság nem privatizálható, mert az igazság nem valami a dolgok közül, hanem az igazság a kereszténység szerint maga Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus nem lehet privatizálni. 8. A párbeszédet nem a hittételek bizonygatásával és a másik hitének cáfolásával kell kezdeni, hanem az evangéliumi élet együttmunkálkodásával. Akivel én nem tudok együtt cselekedni, az nem is lesz kíváncsi az én hitemre és az övére. 9. Tudni kell mindig azt, hogy az igazság ismerete részerint való, mivel az igazság keresői vagyunk, nem pedig a birtokosai, ezt mindig tudni kell. Tehát a fundamentalizmusnak ott nincs igaza, hogy ő a teljes igazságot ismeri.
Nem azért van rész szerint az igazság, mert ő mélyebben ismeri az igazságot, hanem egyik ember erről, másik ember arról nézi a dolgokat, egy kis kísérlet. Én azt állítom, hogy bal kezem felől vannak az ablakok. Önök egyöntetten azt mondják, nem igaz, jobb kezük felől van az ablak. Igaz? Miért? Mert egymással szembeállunk, nem? Ilyen egyszerű. Végül az utolsó. Ha mi keresztények nem tudjuk megérteni egymást, ne várjuk azt, hogy az emberek megértsenek minket. Ez azt hiszem, minden fundamentalistának el kellene mondani. Most kellene befejező mondatokat mondani, most jön ez a kért 10 perc. Erre még majd a következő alkalommal vissza fogok térni, de most szeretnék néhány dolgot elmondani arról, és a szekta az micsoda. Ez a szó, hogy szekta, nem egy felekezett típust jelent. Ez a latin szó, hogy seco, secare, ez azt jelenti, hogy valamiből levágni valamit. Na most, ha azt mondom, hogy szekta, akkor mondjuk a derék piaristák az egy szekta, mert ők egy bizonyos külön rendtartással lehatárolták magukat, mondjuk így, a római katolikus egyházról. Bulányi mozgalom egy szekta, mert lehatárolódott a római katolikus egyházról. Sőt, egy belmissziai mozgalom szekta, de nyilvánvalóan nem így használjuk a szekta szót. Általában a 19. századtól a kisebb protestáns egyházakat, azokat, akiket szabad egyházaknak mondtunk, akik azt mondják, hogy szabadon dönteni kell Jézus mellett, és nem lehet beleszületni egy egyházba, azokat egy darabig szektának nevezték, csak ez már amikor nagyon megnőtt a súlyuk, az Egyesült Államoknak a nagy része valamelyik szabad egyházhoz tartozik, akkor ez már nem volt divatos, és akkor így mindig lejjebb ment, mint a használt ruha, mindig lejjebb-lejjebb megy, a szegényebb testvéreknek ment a szekta. Ez nem jó, ez a megoldás. A szekta valami más. A szekta egyrészt az egyház életének egy szükségszerű első fejlődési foka. A kereszténység a zsidóság szektája volt, így indult az apostoli időben. Mit jelentett ez? Az apostoloknak nem jutott eszükbe, hogy egy új egyházat kell alapítani. Tessék megnézni, az apostolok cselekedetében azt tetszenek olvasni, hogy a templomba gyűltek össze, Salamon tornácában. A templom egy része ez. Van egy felismerésük, egy reformatív felismerésük, ez belefér abba, hogy Jézus a Krisztus. És ez a reformatív felismerés kezd kibomlani. Nyilvánvalóan ezen a ponton támadták őket. Ezért először a Krisztusról szóló tanítást kellett nagyon jól kidolgozni. És utána ehhez a többi tanítás is hozzájön, és kialakul belőle egy egyház. Lutherék mozgalma egy szekta volt. Egy egyéni vélemény kapcsán. Egészen addig, amíg el nem jutunk mondjuk a Formula Concordéig, hogy egy pontos dolgot mondjak, amikor kiépül a rendszeres teológiáig, így mondjam, a lutheri egyháznak, utána ostobaság azt mondani, hogy szekta. Tehát egyrészt, és így lehetne mondani sok-sok kis egyháznál, és a szabad egyházaknál különösen az az érdekes, hogy ennek nincs is alapítója. Tehát mondjuk, ha én azt mondom, hogy ki a baptista egyház alapítója, nem tudom. Ki az adventista egyház alapítója, nem tudom. Nem tudom. Mert nem egy, ez egy csoport. Tehát egy elhatárolódás elkezd kristályosodni, és eljut egy egyházi szintre. Tehát egyrészt így használjuk a szektát. Másrészt úgy használjuk a szektát, hogy vannak úgynevezett egyszemélyes szekták. Ezek az egyszemélyes szekták pedig olyanok, hogy van egy ember, aki valamiért nem ért egyet a többivel. És ez rendszerint egy nagyon érdekes út. Én ezt 10 pontba foglaltam össze, de most nem mondom el a 10 pontot majd jövő héten. A lényege a következő. Van egy ember, aki nagyon buzgón akarja a maga hitét követni. És mivel így akarja követni, rádöbben arra, hogy nem minden úgy van,
ahogyan kellene lenni. És ez mindig így van, a tökéletes egyház csak a mennybe lesz. Meg a temetőbe van persze. Csak abban nem lehet mit kezdeni. Ezért hát elkezdi először a vezetőket szidni. Ez egy ősi dolog, mindig a vezetők a rosszak. Vezető az az ügyeletes bűnbak, akire, ugye, mint a Lószövetségben a bűnbakra, rá kell tenni a nép bűnét, ezt el kell zavarni a pusztába. Elmondja a javaslatait a vezetőknek, de kiderül, hogy ezeket a javaslatokat nem lehet megvalósítani. Mert nehogy azt higgyük, hogy a vezető egy olyan csoda kompjúter előtt ül, hogy megnyom 3 billentyűt, és akkor az megtörténik. Aki volt akármilyen szinten vezető, az tudja, ez nem így működik. És akkor elkezd ebből lelkizni, és kitalál valami olyant, amiért ő elhatárolódik. Ezek ilyen egyszemélyes szekták, általában népszerűek, általában gyűjtenek híveket, de ennek általában az a vége, hogy körülbelül 10 év alatt kipukkad ez a nagy szupernóva gyűrű, és rájönnek arra, hoppá, ez is vezető, kialakulnak a kis vezetők, kialakul egy bizonyos torzsalkodás, stb. Ez a szektának a nem a fejlődési, hanem ez a szektának az elposványosodási útja. Ilyen szektákkal tele van az egész egyház történelme, ez mindig történt. A lényeg az a következő. Nem lehet adminisztratív elemekkel megmondani azt, hogy egy új felismerésből, egy reformatív felismerésből kiépül-e egy egyház, vagy nem. Csak utólag. De utólag nagyon biztosan. Ha egy egyház az egyetemes keresztény tradícióba egy olyan elemet épít be, amelyik régi nyomokon van, régi gyomokon épül fel, de újszerűen van megfogalmazva, hogy a mai ember mai kérdésére mai választ adjon, abból egyház lesz. A keresztény egyházak közösségének egy döntően fontos tagja, akinek van egy üzenete, és a kereszténység okos, akkor ennek az üzenetet, ezt az üzenetet nem csak meg kell tűrni, hanem ezt az üzenetet Istentől kapott ajándéknak kell felfogni, és el kell indulni ezután. Ha viszont személyi ambícióból jön létre, akkor ezek egygenerációs felekezetek. Na, két generációs, de két generációsnál többet nem tudok, akárhogy is nézem. Nekem egy ilyen hosszú stószom van különböző cédulákon, különböző felekezetekről, ez egy generáció után kihal. Hát ennyit ma a szektáról. Következő órán a mai kereszténységről, a mai Magyarország kereszténységről egy képet alkotok, és erről a szekta kérdésről még egy kicsit fogok beszélni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a plusz 7 percet. Köszönöm.